Január utolsó napján jelent meg az új nemzeti alaptanterv, amelyet már szeptemberben be kell vezetni az iskoláknak. A köznevelési államtitkár szerint az új nat kevesebb terhet rak a diákokra és a tanárokra is. Január 31-én megjelent az új nemzeti alaptanterv, amely meghatározza például a diákok maximális óraszámát is. Ez alsóban először 24, majd fokozatos emelkedés mellett. 9 és 12. évfolyam között legfeljebb 34-re emelkedhet. Az új NAT nagyobb hangsúlyt fektet a képességek fejlesztésére és az egyéni fejlődési lehetőségekre. Az idegen nyelv oktatásában új fogalmakat is bevezet. Az élő és a klasszikus nyelvet, valamint a jövőben kommunikáció alapú lenne a nyelvoktatás. Az első idegen nyelv oktatását negyedik évfolyamon, a másodikat a kilencedik évfolyamon kell megkezdeni, illetve az alaptanterv meghatározza, hogy milyen szintre kell eljutniuk a diákoknak. A módosított nemzeti alaptanterv a 2012-ben elfogadotthoz képest nagyobb mozgásteret biztosít az iskoláknak, mondta a köznevelésért felelős államtitkár Szerdán, Véleménye szerint vállaltan hazafias, gyerekközpontú és 21. századi a kidolgozott tanterv. Az elmúlt napokban a pedagógusok eltérő véleményeket fogalmaztak meg az új nattal kapcsolatban, kedden pedig az MTA tudós testülete is felajánlotta a segítségét a kerettanterv kialakításához és a megszülető tankönyvek lektorálásához. Vendégem a téma kapcsán a Pedagógusok Szakszervezetének Szabolcsat Márbereg megyei elnöke, Fülöp Attila. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon sok információ elhangzott itt a, a felvezetőben, azokról a pontokról hallhattunk, amelyeken mindenképpen változott a Nemzeti Alaptanterv a korábban elfogadotthoz képest. Mennyire állja meg a helyét az a kérdés, hogy miért kellett változtatni a Nemzeti Alaptanterven? Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen egyébként a meghívást. Rögtön azzal is kezdeném, hogy tulajdonképpen van egy 2011 évi 190. törvény, ami ugye a nemzeti köznevelésről szóló törvény, és ugye ennek van egy 77. paragrafusának második bekezdése, amelyben ugye kifejezetten arról szól, hogy az oktatásért felelős miniszter rendszeresen, de legalább 5 évenként ugye az által létrehozott testület közreműködésével ugye értékeli tulajdonképpen az óvodai nevelés alapprogramját, illetve a nemzeti alap tan tervnek a bevezetésével, illetve a, 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 az alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat ugye összegyűjtik, és ez alapján tulajdonképpen ők kezdeményeznék a kormány felé ugye annak a módosítását. A tudomásunk szerint igazából jelenleg sem történt meg ilyen jellegű adatgyűjtés, illetve a korábbi nemzeti alaptantervől egy olyan összefoglaló jelentés, hogy mi alapján vált tulajdonképpen szükséges ennek az új nemzeti alaptanternek a bevezetése. Igazából ez számunkra is egy kérdés, hogyha ugye ez az oktatásért felelős miniszternek lenne a hatásköre, illetve az ők is csoportjának, akkor nyilván elsődlegesen azokat kellene megkérdezni, akik az oktatásban dolgoznak, hogy vajon mi volt a probléma, illetve miért célszerű ennek a módosítása, mert hogy igazából ez egy törvényi kötelezettség lenne. Lenne. És ez ugye azt gondolom, hogy talán ha, ha más nem, akkor ez az egyik legfontosabb dolog lenne, amit be kellene ugye tartanunk. Az, hogy tartalmában újjanat, számunkra ez azért nagyon kérdéses, mert hogyha ha meg kell újulni egy ilyen nemzeti alaptanternek, akkor igazából egy szélesebb körű vitát kellene kezdeményezni pont azokkal az emberekkel, akik ugye ebben részt vesznek, illetve napi szinten oktatják, ismerik esetlegesen a megújulásnak a szükségességét. Tehát valójában az ő véleményüknek a kikérése, egy szélesebb körű társadalmi vita, ez megelőzhette volna tulajdonképpen ezt a 2020 ugye nagy bevezetését. Ugye annu annak idején 2018-ban ugye készült már egy nemzeti alaptanterv, amit ugye annak a bevezetését ugye elnapolták. Tulajdonképpen ott is ugye a szakszervezetünk több tagunknak a véleményét, illetve az oktatásban dolgozók véleményét kikérve több száz vélemény alapján ugye kezdeményezte ennek a, az akkori ugye a bevezetésének az elhalasztását. Tehát mi megpróbálunk igazából egy előremutató, ugye konstruktív javaslatokkal élve, ugye segíteni azt a fajta munkát, ami ennek a bevezetését szükségesnek tartotta volna. Azt gondoljuk, ugye mindenképpen szükséges a, a tananyagtartalomnak a, tananyag a mérséklése. Látjuk is, ugye a, jelenleg az oktatásban nem csak a dolgozók, hanem a tanulóknak a leterheltsége rendkívül magas. A, ha most azt mondjuk, hogy drasztikus ez a fajta ugye, tananyag csökkenés, amit ugye ebben az új Uh, ugye, előírnak, akkor ha ugye, kicsit mélyen a dolgok mögé nézünk, akkor a jelenlegi ugye, még érvényben lévő ugye, kerettantervek uh, által ugye, szabályozott uh, nadban, ugye a 30, heti 35 óra van ugye, itt a, a gimnázium oktatásban, illetve a tizedik évfolyamon valahogy a 36 óra került be, akkor ahhoz képest ez a heti 34 óra uh, nem igazán nevezhető ugye, uh, drasztikus tanulói tehercsökkenésnek, uh, illetve ami ugye problémát jelenthet, az a az egyes tantárgyakban az átadandó tudásmennyiségnek a meghatározása, hiszen ö, ugye tulajdonképpen nekünk egy ö, mennyiségi ugye szabályozásból egyfajta minőségi szabályozásba kellene átmenjünk az oktatás terén. Ö, ugye ezt támasztják alá egyébként a korábbi ugye pizzaméréseknek az eredményei is. Ugye az a fajta ideológiai vita, ami mondjuk a magyar ö, nyelv és irodalom oktatás terén ugye kialakult, ez igazából azt gondoljuk, hogy ez csak egy ilyen áll álca, ö, mert hogy tulajdonképpen ezeknek a méréseknek a, az eredményei, ö, ugye amit ugye nemzetközi szinten végrehajtanak, ugye átámasztják, hogy a jelenleg az oktatásunkban lévő ugye fiataloknak inkább a szövegértés, és értő olvasás jelent leginkább problémát, és ugye kérdezzük azt, hogy ténylegesen ez az új NAT amit ugye bevezetnének ugye most 2020-ban, szeptemberében, vajon mennyire felel meg ugye ezeknek a kompetenciáknak, illetve ezeknek az elvárásoknak, hiszen a társadalomban ugye a gazdasági szereplők is tulajdonképpen azt várják el az innen kikerülő ugye friss munkába állóktól, hogy próbálják meg a társadalomban is ugye úgy megállni a helyüket, ami igazából számukra egy előny, illetve hasznos lehet. Nyilván ö, önök valamennyien kíváncsian várták ezt a január végi napot, hogy elkezdhessék áttanulmányozni mindazt, amelyek tervezett változásokként szerepelnek a nadban. Gondolom, hogy álláspontot is megfogalmaznak, ez mennyire egységes. A szakszervezetünknek ez az szaksz álláspontja szakszervez... az egyéb véleményekkel? vagy. vagy Ö, itt nem, de? egyelőre csak a szakszervezetünk. A szakszervezetünkön belül azért az gondolom, hogy eléggé egységes az az álláspont, hogy mindenképpen ugye szükséges lenne egy ilyen társadalmi vita, éppen ezért például a, a február 15-én szombatra meghirdettük egy olyan vitafórumot, amin éppen ugye Hajnal Gabriella, aki lesz ugye a meghívott előadónk, aki a Kléber központnak az elnöke, illetve tulajdonképpen ő volt a felelősség ennek a, az új megalakuló napnak a kialakításáért hogy a kollégáink, illetve azok, akik ugye érdeklődve várják ennek a napnak a tartalmi szabályozását, akkor közvetlenül akár ugye neki is feltehetik kérdéseiket, illetve a szakszervezetünk felé eljuttatva, ha nem is tudnak részt venni ezen a, a szombati 10 óra 30-as székházunkban tartandó fórumon, akár ugye így is kifejezhetik véleményeket, illetve közvetlenül hajnal Gabrielától kapnak olyan információt, ami azt gondolom, hogy egyfajta előremutatást jelenthet a jelenleg kialakult ugye, káosz helyzetben. A mi véleményünk azt gondolom, hogy egy egységet próbál képviselni, próbálunk törekedni a szakmaiságra, tehát mindenképpen igazából ami számunkra nagyon fontos az, hogy a jelenleg az oktatásban lévő ugye, tanulók számára is egy olyan minőségi oktatás legyen, ami mondom a jövőre, a mutató, egy előre lépést jelentő ugye, tananyagtartalom, illetve hát itt igazából mondtam azt is, hogy nem annyira lexikális tudás lenne kifejezetten a lényeg, hanem egyfajta olyan képzett, a társadalom számára hasznos ismeretekkel rendelkező fiatalnak a, a kiképzése, amely mondom megállja helyét mondjuk a munkavilágában is. Tehát nem csak a, a, az óraszámokban, hanem azt gondolom, hogy a tananyag tartalomban is kellene Ugye mindenképpen valamiféle szabályozást találnunk, mert ugye ebben az új napban például ugyanazt kell oktatni egy elite gimnáziumban, mint mondjuk egy szegregált intézményben tanuló diáknak, és akkor ugye hogyan beszélhetünk arról, hogy egyénre szabott oktatás, vagy, vagy akár ténylegesen az ő számukra hasznos ugye tudásnak a, a biztosítása. Tehát sokkal nehezebben látjuk igazából ennek a kivitelezését, illetve a megvalósíthatóságát. Egyetlen egy percünk maradt, uh -huh. viszont még nekem van egy kérdésem, uh -huh. hogy mennyire végleges ez, amit önök most átolvastak, elolvastak, megvitattak, megbeszéltek egymás között, mennyi az esélye annak, hogy bármi tudnak esetleg elérni módosítás tekintetében? Ugye nyilván a szabályozás szempontjából a kerettantervek lesznek úgyis a mérvadóak, tehát gyakorlatilag abban lesz minden olyan lényegi szabályozás, ami majdan ugye megmondja, hogy ténylegesen milyen tananyagot, milyen mértékben kell majd a tanulóknak átadni. A mi álláspontunk egyébként egy határozott előremutató, mondom már korábban is, ugye a 2018-as nap esetén is volt egy összegyűjtött több száz véleményből álló olyan vitaanyagunk, amely egyfajta előremutatást jelentene, és igazából amit nem is értünk, hogy a korábban, ugye 2018-ban a, a a Csépe Valéria által kidolgozott, az ő csapat által létrehozott ugye, új nemzeti alaptanternek például az első 50 oldala, az hogyan maradhatott ki ebből, hiszen az annyira 21. századi előremutató pozitív irányképviselő információkat tartalmazott, aminek én azt gondolom, hogy talán ha, ha, ezt is újnak nevezzük, akkor azt mégiscsak meg kellett volna hagyni, legalább a bevezető részében, mert hogy ténylegesen az előremutatna mutatna, és egy 21. századi minőségi oktatást vetíten előre. Tehát ezt is hiányolja tulajdonképpen a szervezet. De, de, mint álláspontunk, azt gondolom, hogy ez egy határozott és előremutató lenne. Akkor február 15-e fontos időpont. Milyen a további lépés 30. szempontjából? Minha. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.